Üdvözlök mindenkit! No, hát akkor tehát ott tartottunk, hogy a kis házikon kap, a kis házikunk, ami nem is látszik innen, de készen van, nagyon remélem, hogy úgy is maradt. Kellene csináljunk, hát ezek most csak ilyen apróságok, de utána nézzünk majd előre, hogy hova is menjünk, vagy mit csináljunk. Itt van 60 darab, lehet, aki azt hiszem, hogy 5 darab kell hozzá, de mindjárt meg is látjuk. Jó, nem tudom még, hogy mi kell hozzá, mindjárt megnézzük. Hoppáré. Én erre is gondoltam, hogy ez nem fog beleférni. Még 192. Az anyja, kell csinálni egy ládát csak ezeknek. Az őrület. Na jó. Sőt, lehet, hogy nem is itt fogom tartani, hanem ott, a másikban. Nem, hát szerintem ott kell tartani. Na, akkor, akkor nézzük. Még enni innivalót is kell magamhoz vegyek majd lassan. Na jó, akkor keressük rá, hogy mit is akarok, mert csak itt beszélek, aztán nem tudom. Szóval igen, 5 darab kell hozzá, 2 rugó, 3 mechanikus. Ez amúgy egy régebben ritkábban használtam, de mostanában elég, hát megszerettem igazából ezt a trekkeléses módszert, mert ezt, hogyha rányomom, ja, hát ez egyik jó dolga, hogy oda kiírja, jó? Tehát látom azt, ugye, hogy kell hozzá 2 rugó, okay. Kell hozzá 3, tehát nem kell nézegessem, hogy mi is kell hozzá, de nem is ez a, ez egyik jó dolog benne. Na de, mi a másik? Az, hogyha én itt rányomom, hogy jó, akkor megvan minden, nyomom, hogy craft, ő el is tünteti onnan, tehát nem kell nekem eltüntetni, hanem el is tünteti, úgyhogy ez egy ilyen duplán jó dolog egyébként. Na és akkor elkészítjük, ja, hogy itt még, az sok idő. Én egy másik munkapadot csináljak. Kutya mindenit. Kell egy másik munkapad. Közben nyomom a csőbombát újra, mert sajnos, hogy... Hát sajnos az még 37 perc, ezt nem akarom megvárni, inkább akkor az 1 perc menjen le. Akkor ezeket én még szerintem kidobom a... Sőt, akkor már ezzel együtt. Akkor ezt is ott fogom tartani. Ezt a kávé bizniszt, meg a sört, ezt kidobom, nem kell. Megnézzük, hogy miért van ez a sapka nálam, mert ez egy bányász sityak. A bányász sityakot is, na várjunk, akkor összevegyük le. Oké. Okay. Vegyük le. A bányász sityak most nem kell, elrakjuk. Ezt nem kellett volna, de most már mindegy. Ez direkt nyomtam így. Kell majd, kellnek majd ládák, csak már most... Én már úgy elmennék itthonról, én már olyan vagyok, mint egy tinédzser, hogy már úgy mennék itthonról, úgyhogy ezt megvárom, ezt a pár másodpercet, akkor még annyi időm éppen van, hogy vegyek magamhoz egy kis innivalót, vegyek magamhoz egy kis ennivalót, töltsük fel magunkat, úgy rendesen 10-10, kész. 10-10, tiszta víz, jó. Oké, okay, és akkor azt hiszem, hogy minden más van-e, mert hogy lőszerek vannak, már várom, amikor fogynak el ezek a kőhegyű nyilvesszők, mert ha elfogynak, akkor áttérünk valami másra. Ezek még nő, ja, ezek még nőnek. Este lesznek kész. Kell majd szétszedjünk autókat, hát nincs üzemanyag, hát igen, tehát nem sok üzemanyagunk van. Ezeket az ezt az ajtót is megcsináltam volna, mindegy, az még ráér majd legközelebb, ha eszembe jut, mert nem juthat minden egyből eszembe. Na. Ezt innen szétszedjük, mert erre már nincs szükség. Sajnos nem tudok rá jobb módszert, mint hogy szétítem, és kaptam belőle 3 darab fát vissza, kemény. Jó, és akkor ezt pedig, hát hova tegyem, fel vagy le? Legyen itt. Oké. Okay. Ez viszont egy jó nagy. Ide beférnek a cuccok. Oké. Okay. Hát ezt a fát is, most azt is kirakom, mert nem viszem magammal.
Jó, tehát ez lesz, vagy itt lesz ilyen kis, úgy tervezem, hogy ugye itt lesznek a csőbombák, itt lesznek a kis, egy kis javító, egy kis beton, stb., hogyha kell javítani, és akkor ezt én, hogyha itt fogok majd dolgozni, ugye hordakor, és ha kell, akkor ugye így hozzáférek, és akkor ennyi. Tehát így valahogy terveztem, ez viszont elvileg, hát most nem akarom már megütni, de hát acélból készült, tehát remélhetőleg tartós. Hát még a fánál, fadoboznál biztos, hogy sokkal tartósabb. Úgyhogy, na hát ennyit terveztem ide még mára, és jó, na akkor nézzük, hogy hova is akarok menni. Jaj, egy dolgot elfelejtettem. Egy dolgot elfelejtettünk, mégpedig pénz. Mert én ide gondoltam, hogy ide elmegyünk, ezt megnézzük, esetleg ezt a várost is, ugyanis nekem egyetlen egy nagyon fontos életcélom van még ebbe a... Hát mondani akartam, hogy ebbe az életbe, de na, szóval el kéne jussunk ide a kémiai munkapadig, ami azt jelenti, hogy 7 darab könyv, 7 nyivászna, nyamvadék, kis forzsos könyv kellene. És nagy valószínűséggel visszajöttek a lútok már, mert régen jártam azokba a városokba. Pénzt viszünk magunkkal, mert azért még oda a traderhez is benézünk, csak ezt tök elfelejtettem, hogy vigyek magammal a pénzt. De vigyünk. Lámpa nem kell most. Trader, vigyünk magunk, elviszük az összes pénzünket. Annyi úgyse fog kelleni. Sőt, igazából ezeket meg elviszem és eladom. Hát nincs jobb pillanat erre, mint hogy elvigyem és eladjam. Jó, ezt pedig ide magamhoz veszem. Magamhoz veszem, mert hogy jó, egy kicsit itt átrendeztem. Hát így férünk el. Csak azt nem tudom, hogy merre is megyünk ki. Ja, Amarra. Akkor viszont keresztül megyünk a falun, mármint akkor megnézhetnénk azt is, hogy ez kicsinálta ide ezt a gödröt. Nem tudjátok, hogy aki másnak vermetás? Én már egyszer bele is estem, amikor ástam a gödröt, ezt a saját gödrömbe beestem. Úgy megyek már keresztül ezen a falun, hogy hát, ha látok még betonkeverőt, úgyhogy ilyen nézelődős nézetbe megyek. Megnézhetem ezt a teherautót is, ha már itt vagyunk. Ja, ezt is újra lehet nézni. Úgyhogy most elindulunk egy kicsit tekeregni, csavarogni. Ezeket most már így magamhoz veszem. Itt ebben nem hiszem, hogy van betonkeverő. Abba valamelyik nap, nem régen voltam, szerintem oda most nem lehet már bemenni. Szerintem ide nem lehet. Megnézhetem, de szerintem nem telt el annyi idő már, én nem tudom, az én időérzékem itt ebben a nagy építkezésben mondjuk már a múlté, de azért megnézem. Egyből jönni fog a kutya fogadjunk. Nem lehet. Nem jön semmi. Jó, azt igen, ott még nem jött vissza a lút, úgyhogy úgyhogy akkor. Hát én szerintem itt meg nem volt. Itt úgy emlékszem, hogy alig volt itt valami bent. Ott egy emberke a sarokba, de itt ugye betonkeverőre én nem emlékszem, hogy itt lett volna. Mindegy, őt azért átszenderítjük. Ez mellé ment. Igazából nem tudom, lehet, hogy már olyan erőset tudok ütni. Olyan erős, vagy ütni, lőni, hogy igen, itt van fölötte a falba. Akarok vizet vinni magammal, bár mondjuk már tök mindegy, mert találtam egyet, akkor már vihetem, akkor már stekkeljük. Szóval itt ez nem egy olyan raktár. Igaz? Itt látok, nincs betonkeverő, mondjuk ennek is örülök. Ettől függetlenül, de... Jaj, anyád! Ó, a mamikáda! Ez fel akart volna robbanni, csak hirtelen meglepődtünk mind a ketten, amikor megláttuk egymást. Na, jaj!
Hát te is. Ezek meg... Hát ezeket a gólya költötte. Mit keresnek ezek itt? Jó, tehát itt sajnos ez egy jó, jó kinézetű hely, de még sincs semmi. Verekedjünk meg egy autó tetején, sőt, a rendőr autó tetején. Nincs nálam semmi. Szétüthetném amúgy, de... Ú, mennyi ilyet szét fogunk még majd ütni. Jó, menjünk, haladjunk, meg közben azért telik az idő, múlik a vásár, haladjunk, itt is van egy ilyen könyves. ott nem volt. Itt nem tudom, mikor voltam utoljára. Ki tudja. Hát ezek szerint, ha ez empty, akkor többi loot se jött még vissza, szerintem. Menjünk el arra, vagy menjünk el arra? Menjünk el erre. Itt nincs betonkefcsi. Szoktak lenni néha ilyen szimpla házaknál is. Na, igen, ez is egy ilyen műszakis ház itt. Nekem balra. Sőt, az a workshop, de abba sincs betonkeverő. Mondjuk attól, hogy várjunk. Nem, ebbe sincs. Nem olyan. Hát... És mindenre gondoltam, csak arra nem, hogy nézd már oda. Komolyan gondolja. Na, ezeknál mit csinálnak itt? Egyre több ilyen fog már jönni most már. Egyre inkább ez lesz, igaz? Egyre inkább ez lesz most már, hogy... Jöttök, az pofoszkodni kell. Hát, csak az a baj, mondjuk... Jó, hát végülis mindenütt lehetnek. Mindenütt lehetnek olyan könyvek, meg itt aztán, meg miért is ne. Ott Google bent valaki. Bang. Ezeket a zsákokat mondjuk egyszer összeszedhetném, az igaz. Aztán piszok nehezen fog elfogyni ez a néhány kőhegyűm, hogyha mindig visszaadjátok. Így járnak a süketek és gyengén látók. Nem hallják meg, hogy jövök, hát most mit tegyek. Egy kis üzemanyagot azt viszünk. Ennyi. Ennyi volt az idő, gyerekek. Itt jönni fog madár? Hát, nem emlékszem. Mindegy, de hát itt a tetőn meg már megint nincs semmi. Nincs semmi, amit neked adhatnék, hát... Hát szerintem nincs amúgy. Tényleg nincs. Ja, még ide esetleg, ha bejövök, de semmi. Hát ezekre a helyekre olyan tök felesleges bejönni, hogy már tényleg szinte fáj. És itt találok egy ilyen könyvet, de ne véletlenül se a könyv, olyan, se a konyhában. Nem a konyhában találom, hanem egy ilyen ládában. Nem tudom, ez így tényleg olyan, hogy... Na, ide viszont felmehetnék, 18 óra 9, hát figyeljétek, itt valószínűleg, hogy hát ugyan, ezt megesszük, hát ugyan nagy valószínűséggel, hogy betonkeverő nincs, ezt elbuilding blokkozzam, hát én el, mert annyival kevesebb, sőt, tankolunk egy nagy... Nagyon pincudlit. Ott egy láb. Jó napot kívánok! Hoppá! Emellé ment, és vissza se adják, meg se találom többet azt a nyilvesszémet.
Címen vérzik. Itt ezeket mondjuk végig lehetne nézni. Csak miért csak egy krumplit ad? Miért csak krumplit ad? Na végre kaptunk egy könyvet. Na végre kaptunk még egy könyvet. Na még egy könyvet. Sem chowder, az egy jó fajta kaja. Mindjárt itt valaki. Itt van már. Ó, oh, ez mellé ment. Egy lövés nulla. Kettő egyre én nyertem. Kettő talált, egy mellé ment. Ott szokott, ott Google egy, vagy ül, vagy mit csinál. Hát itt még lenni kell minimum egynek, de inkább kettőnek csak. Látom. Ja, ott fekszik egy. Jó, most már látlak. Ami megvan a... Megvan a következő. Még él, mi? Ó, ennek a szeme is... Még a szeme is rosszul állt. Mondjuk itt volt egy... Itt lehetett volna egy könyv, de nem volt. Hát nézzünk. Menjünk fel. Én azt mondom, jöjjünk fel. Menjünk fel oda a tetőre. Na már megtalál, meghallod, hogy jövök. Jó van. Ilyen messziről jössz, komám, akkor... Begyorsított. Na, az így nem lesz jó. Hú, ez kapott egyet. Ó, ez mellé. Ajaj, meg fogok halni. Meghalunk, hashtag mindannyian. Ezek nem tudnak onnan kijönni. Háj, megvan. Hordavára ötlet. Ennyi. Ennyi, nem tudnak onnan kijönni. Nagyon jó. Na nézzük még. Ez nagyon állat egyébként. Megtaláltuk a legújabb Hordavára ötletünket. Az meg ott Matrixozik. Matrix filmben voltak ilyenek. Keresztül ment a fején. Ez meg az ő fején. Hát jó, ez nagyon jó ötlet volt, ezt meg kell valósítani. Ugrik, beveri a fejét, visszaesik. Ilyen deszka kell, és akkor... Egy ilyen deszka kell, ilyen távolságra, és akkor kész, meg van oldva a hordaváró. Kösz, ennyi. Kijátszottuk a játékot. Itt nem látok semmilyen lootolós dolgot. Itt sincs, itt sincs. Na menjünk akkor fel. Itt fent azért remélek egy kis lootot. Remélem, hogy itt lesz a jó nép is, mert... Úgy, így is elindulnak, ezek nem hallanak meg. Még nem is nincsenek is itt. Illetve tuti itt vannak különben, csak... Na mi van itt? Hello! Itt mindig szoktak lenni. Ez mi? Ez pedig... Igen, a zoomolás kevesebb, 15%-kal kevesebb staminát használ, mert ugyanis a zoomolás staminát használ, aki nem tudná, hogy ez hogy működik. A zoomolás, az bizony használ staminát, és ez... Hoppá, itt már nincs semmi. Itt volt a múltkor valami, csak nem tudom mi. Okay. Mikor hol vannak a madarak? Keressük meg a madárkáimat. Édes kicsi egyetlen bogárkáim, illetve madárkáim. Még nézzük ezzel. Ezért van ez a stukker, nem? Bang! Egy madár. Off. Oké, okay. Ott a másik. Azaz. Oké. Okay. Oké, okay, csúcsú, megvagytok. Hát, ha nem halunk meg. A leugrásba. A nyilvessző. Ez is lerepült innen? Nem akarok visszajönni, hogyha mégsem. Az ott az. Nem. Ja, itt van. Hát megvan. Hát most már viszont, ha még el akarom érni a trédert, akkor szerintem bele kell húznunk.
Ez még kelleni fog a tradernél. Oké, ezeket, ja, ezt a kettőt el kell adjam a tradernél. Adunk egy kis táperőt a motornak. Mennyi az idő? 19-13? Hát hátra elérjük. Építkezés. Ez mondjuk nem az a fajta építkezés szerintem, mert ez empty. Okay. Szerintem nincs betonkeverő. Ezt a lásót, ezt nézzétek el nekem, de nem visszük. Hát... az malacos házat, semmi. Jól van, menjünk szerintem. Menjünk, hogy haladjunk. 44% benya van. Hát ráérünk majd éjszaka is még szedegetni. Hát ott az építkezés. Az építkezés, csak ezt, az a baj, hogy ezt az épít... itt, a be... itt van, csak... az a baj, hogy szerintem ezt, igen, ezt a múltkor itt jöttem mellette, és ezt megnéztem. Akkor, ezt buktuk. Az nincs ott. Nem dolgozik senki? Senki nem építkezik? Nincs. Nincs semmi. Megyünk a másik városba, megnézzük ott. Hát 900... méter, és azon gondolkozom, hogy én most jó irányba megyek? Ja jó, mert itt megy ki, ez az út megy felfele. És nem állok meg, ne haragudj, mert most már time is money. Ahogy az okos német mondja, time is money, höhö. Hát itt tényleg most haladunk már, hogy be tudjak már menni a traderhez, mert akkor eladom ezeket a pár dolgot, meg megnézem, hát ha találok. Azért is megyünk ide, ugye az volt a terv még legutóbb, illetve hát most is mondtam az elején, csak lehet nem volt teljesen nyilvánvaló, szóval kellene nekem. Ezeket is majd megnézem visszafele jövet, ezeket az autókat, most nem akarok megállni. De az volt az egyetlen egy fő csapás irány, hogy kellene nekem a kémiai munkapad. A kémiai munkapadhoz viszont kellene a lombik, vagy angolul ez a baker, de ugye vannak, akik magyar fordítással játszanak a játékkal, és hát megmondom őszintén, hogy az egy kicsit hát nekem zavaró, meg aki már játszott a játékkal viszonylag sokat azoknak, azokat úgy megzavarja egy ilyen magyarítás, ugyanis hát ugye ezeket hogy magyarítják? Általában ugye gépi fordítás. Tehát a gépi fordítás az úgy egy-egybe lefordítja, és hát nagyon sok helyen helytelenül fordítja le, tehát nem azt fordítja, amit az jelent valójában. És amikor az ember hozzá van szokva, hogy valamit keres, tehát valami olyan dolgot, akkor nem találja meg, mert hogy a gépi fordítás valami tök mást fordított, és akkor ott keresi az ember, hogy jó, hát most mit is meg, hogy... Szóval, és na mindegy, szóval a gépi fordítás, és hát tudom, egy évvel ezelőtt is még próbálgattuk így, egy társunk így nézegette ezt, de hát annyi hibát találtunk benne, hogy valami brutális, ha nem találtuk, akkor irkálta át a fordítást benne, meg minden, de hát ezt az kibogozni, azt a mi is léptennyomon akadt bele olyan hülyeségekben, hülye fordításokban, hogy na mindegy, és hát Alfa 16-ra volt még normális fordítás, tehát akkor csináltak rá egy tényleg jó fordítása sokáig, azt még én is akkor magyarul használtam, csak aztán majd mindjárt folytatjuk. Trader Jen is here to help. Eladjuk. Ezt már nem veszed meg, mert már túl sokat adtam el ilyet neked. Jó, a többi marad. Itt van a Waker 1500-ért, és már meg is vettem egyet. Jó, tehát hogyha oda kerülünk, hogy tudunk csinálni, akkor ez nem lesz már probléma. És ő nála szokott lenni, tehát én másnál nézegettük mi már szerveren és mindent, tehát másnál nem szoktunk ilyet látni, ő nála szokott lenni. Handgun magazin, azt mondjuk nem lenne rossz azt is megvenni. Én azt... abban jó lenne előbb-utóbb fejlődni, tehát tovább menni. A Bowhunter csak azért nem veszem meg, mert az majd halad most már, abból már okéba vagyunk.
Olyat nézzünk még, hogy mondjuk ezekből a könyvekből, ez már megvan, ez már nem érdekes. Art of Mining megvan. Jó, ezeket, sőt lehet, hogy ezt én hoztam. Jó, szerintem ezek itt jók. Hát végignézem, igazából más nem nagyon kell nekem innen tőle. Ez a vízszűrő lenne még olyan, hogy de most ez két darab, ez már 15 ezernél járnék, ha megvenném, és ez igazából annyit csinál, hogy egyből víz készül, és nem pedig koszos víz, de hát hogyha koszos víz készül, akkor kifőzöm, maximum annyival vagyok, de ez meg egyből tiszta vizet csinál. Hát előbb-utóbb majd, hogyha már annyi pénzem lesz, hogy nem tudok rá mit kezdeni, akkor persze teljesen jó lesz, de most per pillanat szerintem felesleges. Itt meg, ja hát mondjuk még, hogyha Rod Remover-t találnék, és van nála Solar Cell, ne tudjátok meg, egyes, arról már nem mondok semmit. Arról inkább nem mondok semmit, mondjuk egy Rod Remover-re már mondanék valamit, hogyha lenne, de az meg nincs. Jó, ennek viszont nagyon örülök, mert így ezeket ugye már ki, hát már ezeket ugye már, ja várjunk, hát ide viszont hátra elmehetnék, mert ennél is itt van, hát ha már tradernél vagyunk, igen, oké, nem erre számítottunk, ebbe itt van benne, igen, és ott van benne, és tudtuk, ebbe, hát csak nincsen, ugye, nincsen, hát azért minden, nem minden papsajt. Ezekbe is lehetett volna, az anyjuk mindenit. Az anyjuk mindenit, kávé, de tényleg ilyeneket ne vigyek már magammal, mert megbolondulok. Pisztoly quality 6, hoppá, hoppá csak, ugye? Megvan az álmot is meg, ez is a Magnum 1-es. Mondjuk ez még a 6 lövetű Magnum, az a baj. Van valaki? Hát messze van. Az a 6 lövetű Magnum, és azt az úgy nem... Ezeket az autókat gondolom jó régen néztem. Elnézünk az így a házakhoz, mert esetleg házaknál még találhatok. Én ezt be is rakom a mociba. Sőt, hát minden olyat, ami még ott elfér, azt berakjuk. És én gyanítom, hogy nekem mondjuk a város az abban az irányban van, ugye pontosítjuk, de így hogy vagyunk? Ide lejöttünk? Hát igen, itt van egy kivezető út, hát mindegy, valahogy, ja, hát jó, ebbe az irányba, csak közben nyitva tartjuk a szemünket, mert hát ha találunk mégis, hát ha találunk mégis, valami betonkeverős házat. Ott is van egy műszaki autó. Azért elmenjünk. Nem mehetünk. Úgy megyek már, mert nem tudom ezeken. Ja, itt vannak krumplik. Mert van, ahol szokott lenni malac, nem tudom, így elbújva aztán, ami úgy rám támad, hogyha itt bejövök, nem tudom az melyik kert az, de nem ez valószínűleg. De nagyon hasonlít. Itt is majd szerintem egyszer összeszedjük majd burgonyát, de most már igazából tudjuk termeszteni, úgyhogy már nem nagyon érdekes a dolog. És egy nagy disznó van az udvaron, de viszont nincs építkezés. Arra kifele megy, arra azért nem is nagyon erőltetem. Álljunk meg, ez ott. Úgy néz ki, mint egy nagy disznó lenne itt. Azaz, te laksz itt? Nézzünk már szét, hogy... Bár nem, ez csak ilyen gazda épület, jó, ám, és itt? Hát itt is maximum kutya lehet, de ilyen szeméttelep, tehát itt se hiszem. Egy kis benzint azt azért visszük.
Jó, igen. Merre is megyünk? Várjunk, eltévedtem. Opa, kígyó. Kígyó, gyógyó. Van. Az ott milyen épület, ott hátul az a sárga, nem tudni. Valami kis... Egy kis csukva vannak, én nem nagyon jártam még erre? Vagy csak nem álltam meg? De az ki van szedve. Nem tudsz itt valami építkezésről? Nem tudsz itt valami építkezésről, cimborám? Ó, ott egy majac. Várjunk már. Mi jössz, vagy mész? Malac úgy döntött, hogy itt marad velem. Ez ennyire csendes vagyok, hogy ez nem hallja meg, hogy itt vagyok. Hát, érdekes. És itt is még, ezek még abszolút, tehát én nagyon felületes voltam. Vagy nem tudom ide, nem álltam meg. Nem álltam meg megnézni a postaládákat. Hát mondjuk lehet, hogy nem sokat tekerektem. Mondjuk az nagyon valószínű, hogy nem olyan sokat tekerektem. Ott is szedik szét, itt mondjuk ezeket lehet nézni. Ó, 54, hát gyűlik ez így is, az nem épülőház. Hátul is egy érdekes valami van. Az most nem tudom megmondani, de el kéne menni arra, mert nem tudom megmondani, hogy melyik épülőház és melyik nem, mert már most kezd egyre sötétebb lenni. Meg hát milyen hülye vidék ez, hogy minden szét van égve. Milyen hülye vidék ez. Aztán... És itt futkorászok kicsit. Ötös. Ja, itt lett egy ötös vasásó, az nagyon jó. Az jobb, mint a kettes. Nyugi, nem sokára futtok, majd várt ki a végét, majd eljön a te időd. Ja, ezt néztem. És itt? Ja, te meg! -40. Hát mondjuk, ez is egy jó hely igazából. Ha úgy nézzük. Ez is egy jó hely, ha úgy nézzük. Ilyenbe voltunk a múltkor. Fér még nálam itt valami egyébként, hogy... Hát nem nagyon férnek a dolgok, de mondjuk van még hely. Így még most azt mondom, hogy vannak. Na, ide hívom őket, hogy beszéljünk. Elvileg ide be tudok jönni. Ezt eldobjuk.
Mi van már, hogy... Hogy már mindenki arra vár, hogy mikor futhat, már nem sokára. Nincs itt senki. Elfogytak a zombik. Milyen dolog? Hello? Hello? Vagy... De hát... Nem zavar, csak furcsálom. Mert itt már jártam, ez 100%, mert ugye itt ki van lootolva. Kutya itt lesz legalább? Egy kutyába lehet bízni, hogy az itt lesz. Nem, szerintem most sincs itt. De mi? Jó, csak picceltem, kikapcsoltam a zombikat a játékban. Ja, nem? És itt van? Ő bezzeg itt van. A kis nyomarék, mi? Még élt? Azt a kis nyomarékja. Az bezzeg itt volt. A többi meg nincs itt. Ott is, ott sétál. Ja, meg kinni meg bent, így mindenhol sétál valaki. Ezt megnézzük így, hogy mit szól ehhez. Hoppá! Ez súlya volt. Jönni fog viszont a... Na hát most már futunk, mi? Bezzeg, most már futnál. Jóban bírjál már magaddal, hát itt vagyok. Ez a jó kis kerítés, ezen aztán te nem jutsz át, komá. Csirkéitek vannak? Hello. Ez is itt van. Egy gyere! Ezt a hordaváró feeling, nem? Tehát ugyanezt a fajta elrendezést használom én is a hordakor. Semmi. Akkor megyünk fel. Na? Madár az első, mert ez úgyis rám izélne. Hoppá, ez mellé ment. Ez eléggé. Ahaj, nem zsigerült. Állj fel, baby. Ja nem, az My Fair Lady. Hopp. Meghaltál meg. Aha. Zöldek, előkerültek a zöldek. Örülök, csak nincsen... Először a nem zöldek akkor. Ó, hát... Először mondom a nem zöldet, és erre mindig a zöldet sikerül meglőni. Hát először a nem zöldet akarom. Na végre. Mellé ment. Oké. Okay. Most jössz te. Hát ez így nem fog menni. Nézzük, rendes pisztolyjal akkor. Hát a zöldek miatt viszont, hát igen, amiatt viszont nagyon kellene majd most már egy... Szóval, hogy is állunk, ja, archery-re, ja, az még nincs meg, oké, okay, most lett meg. Szóval nagyon kellene most már egy rod remover, mert hát ezt telelőttem Choringert. Meg a másikat is, de hát... Igen, egyre inkább most már az a baj, hogy befutunk így a csőbe, és kellene. Steel Tools Quality 5. Megőrültök. Nem sokára 6-os csákány tudnék csinálni, csak most már nem nagyon... Tehát jó, nem az, hogy nem kell, mert kelleni fog ezen túl is, csak... És utána jön az auger. Én nem vagyok nagy augeres egyébként, nem tudom ki, hogy van vele. 53, ez is kell még 7 könyv, hogy eddig elmenjen. De én most ezzel a 3-as csákánnyal, főleg az, hogy ön kis rendes volt hozzám, hogy segített kiásni, tényleg egyébként minden rendben van vele, nincsen semmi autó, ja. Hát nagy motor, az nagyon jó lenne, de hát az is még odébb van. Mondjuk ilyen autós könyvek, autókat kéne nézegetni jobbára.
Ebből meg még kell az a hat, amit... Ja, a foodok, az, hogy áll a food. Ez már 60 per 70, az nagyon, nagyon tolta a kaját. Az armorok, az még, hát az is még nagyon le van. Hát a többit meg már meg se nézem. Jó, akkor... Valami, mint a futott volna lenne, de mindegy, jó, menjünk. Vagy lehet, hogy csak ilyen textúra bug volt, vagy nem tudom. Hát itt jöttem, az nem volt zombi. Az milyen dolog már, hogy jön aztán. Tudok átmenni, de... Okay. Kincses izét itt elolvassam. Hát végül is... És elolvashatom, áshatunk itt is kincset. Raffaello! Raffaello, az... Azért ez melyik? Nyugat fele van. Itt van. Szereti valaki a Raffaellót? Jó van, hát akkor innen pedig továbbra is azt nézzük, hogy merre is mehetünk. Hát mehetünk, igen, arra fele, kifele is. Ha már másfele nem tudunk menni, végül is mehetünk. Itt fog menni az út valahol. Hát itt ilyen malacok vannak, igazából nem olyan... tehát betonkeverő biztos nincs. Az ott szerintem egy rendőrség, így sötétbe ránézésre. Megnézzük ezt a Mari nénit, mit szól a kíváncsiságból, mit szól ehhez. Hoppá! Imádja. Meg kell mondja. Ott megy ki az út. Nem tudom, 24 órás, ez valami posta lenne? Hát lehet. Itt van még egy... Itt is van egy könyves, vagy newspaper. Az tényleg... Mi újság van? Semmi. Kakáspapír. 67 a benyám, annak nagyon örülök. Nem kellett még autót szétszedni, és jönnek a üzemanyagok. Ami megint jött. Ezt én most kidobom. Jó, több autó. Ja, ezt az autót is megnézem még. Oké, okay. Sose gondoltuk, hogy itt fogunk találni ilyet, de oké. Okay. Ötös kőbalta. Annak, hogy örültem volna, ugye a játék elején. Ötös kőbalta. Most meg így dobálom el már, mert már... Ja, még elfelejtettem tankolni is, mert... 80%. Hát hamarosan benzin nagy hatalom leszünk. Árulni fogom az egész világon. Oda nem menjünk. Megnézzük, ezt bejelölöm, majd lássuk a távolságot, mert hogyha itt megjelölöm így, akkor látom, hogy milyen messze van. Hát még azért gurulhatunk. De hát egyrésztről ugye megpróbálunk fel is fedezni, mert erre még nem jártunk. Jaj, kanyarodni elfejtettem. Erre még nem jártunk. Most megpróbálok menni az úton, de majd meglátjuk, hogy vezet-e arra út, vagy hát ameddig lehet az úton megyek, de aztán majd az utat is fel kéne fedezni. Aztán majd, hogyha meg már közeledek, akkor... Na, jön a barátunk, ezt akkor illőképpen fogadjuk, gyere! Ez csúnyát kapott. Hát mondjuk, ez mindig megszivatnak ezzel az ólommal, de... Én meg mindig be is nyalom, rendszeresen. Ó, hát ez is meglátott, hát mert miért ne, igaz?
Nem ad érte sokat, 400-at ad egy ilyenért. Úgyhogy ugyanez a romosba, lehet, hogy 1400-at ad érte. Várjunk, itt van két út, egy le is út, meg fel is út. Ez az út, hát lehet, hogy oda vezet, de én most legelőször lehet, hogy megyek még erre tovább, aztán majd meglátjuk, hogy... Meglátjuk, mi lesz. Járműves könyveket adhatna. Várjátok, itt van egy állat. Az milyen állat? Meg kell nézzem, mert nem látom. Az győzike. Hát ezzel is igazából ugye receptek. Ezt tudnék belőle csinálni, meg ezt. Igazából egyikre sem nagyon szükségem, mert nem sokat szoktam használni ilyeneket, de hát jó. De most azért, hogy vigyem, azt meg úgy főleg nem nagyon szeretném. Ez ugye egy dologra jó, hogy így alapból, meg ugye egy dologra jó, hogy elállítsam a vérzésemet, ha véreznék, de... Tehát arra meg jó a... Van ez gyógyító bandázs, ugye... Ez, mert ez életet is visszatölt. A másik az nem tölt vissza életet, az csak elállítja a vérzést. És akkor már inkább az ember használ emiatt, mert ez legalább vissza is állít egy kis életet. Ha valaki jön. Nem, mert jön a mamém, meg itt még lootolok. Az a baj, hogy ezek már olyan gyorsan futnak, hogy nem nagyon érek rá. Az mi van ott? Új városra leltem? Nagyon úgy néz ki. Hogy jön egy majad? Hello? Ja, Röfi? Mi van, Röfi? Befalasztak? Ja, nem az a konnektor. Hát lelőttük a fejét. Ugye ezt mondtam nektek már, hogy ugye megadja az esélyt, hogy hát most jelen pillanatban már én nem is tudom már, de azt hiszem, hogy állunk. Ugye most úgy állunk, hogy itt már 7-es szinten vagyok már, pedig a 7-es szint az azt jelenti, hogy 35% esélye van, hogy leszakítom a fejét már egy fejlövéssel. És hát most megkaptuk a 30% esélyt, mert leszakítottam a fejét. Bejött az esély. Appári. Hát elmegyek érted, jó? Mármint a nyilvesszőmért jövök. Szép nyaklövés volt. Van olyan, hogy nyakleves, de az más, azt anyukánktól kaptuk. Ezek a vertyogók, ezek, én nem tudom, mit csináltak ezekkel a madarakkal, de ezek valami külön életet élnek, ezek a madarak, szóval ők valamiért nem úgy támadnak, mint ahogy elvárta volna, vagy ahogy régen láttuk, hogy támadtak. Itt még mindig gyakorlatilag párhuzamosan megyek a... Hát itt még mindig nem vagyok rossz helyem, sőt, ráadásul az út megy arra fele, amelyre a kincs van, tehát... Úgyhogy, ja, itt ez egy nagy túró. Ez egy ilyen mérlegelő állomás, ez... Hát majd egyszer bemehetünk oda, de most nem akarok már bemenni, de egyszer jártam egy ilyen helyen, ott bemegy az ember hátra. Hát az hagyján, hogy egy csomó zombi van, de ott fel is robban a kamion, amit éppen mérlegelnek. Tehát amikor oda megyünk, amikor éppen ott állunk mindenen, akkor robban fel, tehát... Majd egyszer bemehetünk, de... Ezt azt hiszem eldobtam az előbb is, akkor legyünk következetesek. Dobjuk el azt is. Ott van egy nagy papa, azt megnézhetjük mondjuk ezzel. Ó, már jön is, ez már észrevett. Kapott egyet. Megkapja a következőt. Ne! A kutyának meg tessék. Na tessék. Még mindig jó irányba megyünk. Csak egy rossz hírem van, 300 méterre, hogy a hegyekbe kell ásni. Csak azért rühellem, mert ott
Ugye amikor az ember tudja azt, hogy mondjuk két-három, inkább három blokk mélységben szokott lenni ugye a kincs, amit ki kell ásni. Hoppá, egy AK-47 machine gun, az a nyátok. Egy AK-47, ott meg egy őzike. Előbújtak. Előbújtak őzikékek. Ne haragudj. Inkább én, mint a zombik. Szóval a hegyekben meg ugye ott az ember hogy találja meg a vízszintest? Vagy nem? Ja, hirtelen azt hittem, hogy van üzemanyag, nem az. Nincs. Okay. Az ember hogy találja meg a vízszintest? Na, ott van a gond, hogy csak akkor keresgélhetjük, hogy de, na mindegy, még mehetünk, csak majd meglátjuk, hogy ez a 200 méter, de hát az már nagyon úgy néz ki, hogy a hegyekbe lesz. Hát, nem, lehet, hogy nem is kicsit, mert ott a legmagasabb hegyek vannak arra. Még egy malac, ha jól látom. Ezt nem tudom fejbe lőni, mert a kis popóját mutatja ide. De hát volt már olyan máskor is, hogy... Ja, most már a fejét mutatja. De nekem most nem szakadt le a fejed, attól még... Olyat kapott, hogy attól kódult. Na csigolom, nyug a vér, mert... Ezt az autót még nem néztem. Valaki jön. Apári, hopp, megtaláltak. Houston, megtaláltak. De mikor? Amikor épp az ember lootol, nem? Tehát akkor, hogy a fene ennél is olyan gyorsan futnak, hogy gyorsan kell csinálni valamit. Hát szóval, gyanús, hogy nekem oda valahogy nekem oda fel kell menni. Ennek örülök. Örülök, hogy végre olyan dolgot találtam, amit csak el kellett olvasni, és nem kellett elrakjak. Hát, azt már most én körbejárhatom, de az... fel kell mennem. Mindegy, menjünk még egy kicsit egyenesen, aztán majd meglátjuk, majd visszafele jövet, vagy nem tudom, hogy... Erre az út is vezet valahova. Legalább egy kicsit felfedezünk, mert ugyanis kellene, hogy meg kéne találjam például a sivatagot is. Tehát ugye a romos területet is, havast is meg kéne valahol találjam. Mentán itt aztán olyan látási viszonyok vannak, hogy aztán semmit nem találok meg. De azért ezt csak észrevenném, ha átmennék hirtelen egy sivatagba. Hát jó, oda még visszajövünk mindenképpen, azt majd ki akarjuk ásni. Tehát akkor már egy kicsit felfedezőzünk itt. Nem visszük. Vissza a feladónak, szerva itt se rott! Hát nem nagyon teperünk túl gyorsan, mert hogy azért szépen átnézünk már mindent, mert... Hát van, amit leszkreppelünk, nem akarok mindig szeget, két darab szeget, szóval ugyanannyi helyet elfoglal, mint hogyha 6000 kő lenne nálam, szóval az a baj, hogy tehát nem, mindegy, nem akarom, akkor inkább leszkreppelem egy kis vassá, aztán viszem a vasat, mert azok már besztekkelem, és akkor úgy, de hát ugye... Ezt is már nem akarom vinni. Ez az egy kést is csak azért nem, mert hogy 75 pénzére el lehet adni. Jó, hát akkor csináljuk úgy. Jó, hát így lett egy kis benzinem, így akkor most még nyugodtan motorozhatok. Na,
Ez meg egy farkas volt, de nem látom. Hoppá, szélcsend motor. Hát mindegy, most nem látom azért, de... Van egy kis emelkedő, a motor az így kész. Ez úgy jártam, mint Dumbi és Dumberbe. Hello, állj meg szépen. Akkor jön be. Hát továbbra se látom. Valahol van egy farkas, de hát nem látom. Szóval ezt úgy hívják, hogy szélcsend motor, mert hogy ez... mert hogy ha van egy kis szembeszél, akkor végünk van. Vagy egy kis emelkedő. Ez meg honnan jön? Olyan jól lenne tudni, hogy... Ja, hogy itt vagy? Ó, hát... Hát ez a baj, amikor az ember azt se tudja, hogy merről jön. Merről kapja a pofont. Ezt nem visszük. Hát remélem, hogy találunk valami trédert, mert... Annyi hülyeség van nálam, hogy már most nem nagyon... Tudom, majd a kincset is, ha kiásom, akkor mit csináljak vele, de jó lenne tudni eladni pár dolgot. Na, ez milyen jó kis Grand Canyonba jutottunk. Ezt megnézzük, hogy tudunk-e valamit berakni. Hát valamit tudunk, de nem olyan sokat. Meg azt megszüntetjük, mert még lett volna idő? Lehet, hogy lett volna idő. Na mindegy, először üssük le. Leverlek, mint vaka poharat. Ezt nem hiszem, az jó. A motorom az itt hagy engem. Az nem gatyázik, az megy. Így megsétáltatom. Megyünk arra. Oké, menjél szépen, haladjál. Úgy viccelek, de amúgy... Hát visszatérünk ebbe a városba, hát ezt a várost meg már ismerjük. Oké, hát akkor itt azt hiszem, hogy... Azt hiszem, hogy akkor ide most nem megyünk be ebbe a városba, bár... Halljátok? Most azon gondolkozom, hogy is volt ez. Állj már meg, ott meg futna valaki, azt nem tud idejönni. Itt jönne. Itt jönne. Egy furcsám, hogy 400-at ad. Nagyon, ezt úgy nagyon kevesellem. Hát, akkor lehet úgy csináljuk, hogy... Mert ebbe a városba viszont én nem láttam például... Ezt az 5 krizantémot se viszem magammal, mert az is csak itt a problémát csinálja nekem. Szóval... Ott van előttünk egy város, de azt a várost, azt ugyebár ismerjük, mert ott már jártunk. Viszont akkor meg inkább visszamegyünk ide. Hát körülbelül nekem így, nem is tudom, de úgy eddig ide vissza kéne menjek. És akkor tudnánk ásni. Ott már valaki már van az úton. Ilyet? Az előbb nem volt. Jara már! Elmegy, visszamegy a motorom, mire észreveszel. Hello! Akkor de megpróbálunk visszamenni ezt a 700 métert, és akkor csak elmegyünk, megpróbáljuk kiásni. Megpróbáljuk kiásni. Megint van valaki már az út, vagy mi? De szerintem igen. Itt van, csak a csávokát hamarabb láttam, mint az autót. Tehát úgy nézett ki, hogy az autót nem lehetett látni. Nem halt még meg? Na majd most.
Ez már feláll volt, ez már 7.50-et adott. Hát és nem tudom, hogy mennyire lehet hinni annak, hogy az ott van fent, tehát ugye valószínű nyilvánvalóan, mert hogy valószínű, hogy ott van fent, mert hogy egy hegyen vagyunk. Mármint, hogy leszünk. Mármint, hogy ő ott van. Szóval valószínűleg igen. Tehát oda nekünk azért mutatja oda fel. Hát ez még a csúcs, emberek, hogy még el is ázunk. Elvileg van nála ásó. Azt nem tudom, hogy ez ásóból, abból... Azt hiszem ásóból... Őt megláttam az előbb, hogy nem, csak lerendezzük, nem? Egy kis XP. Hát nehogy berosdásodjunk itt. Hát azt nem tudom, én szerintem a motort itt hagyom. Mert hogy hát itt úgyse tudnék felmenni ezen a izén, tehát én ezt itt hagyom. És innen... Hát innen oda megpróbálok felmenni. Vagy üljek motoron, azt menjek, ameddig tudok. Na, kutyafáját. Hát mondjuk lehet, hogy elég. Jobban megy, mintha én futnék, mondjuk. Lehet, hogy mégis. Lehet, hogy mégse olyan rossz ez a kis moci. De majd meglátjuk. Hát felvenni nem fogom tudni, az biztos így. Megpróbálom így oldal irányba menni. Nem fog menni. Ez így már nem fog menni. Megakadtunk. Csak az üzemanyag fogy, de nem haladunk. De nagyon lassan haladunk, csak... Oké. Ide fel tudunk még jönni? Hát... itt valahol szerintem leparkolunk. Motorunkat nem látjuk többet szerintem, az úgy le fog csúszni innen. Hát sajnos ez a kis moci, ez erre volt képes. Itt megállunk. Itt meg fog állni? Itt megvár minket vajon? Nem vagyok benne biztos. Hát a mocink az... Itt megállsz? Dehogy elmegy, ez le akar innen. Akkor inkább csináljuk úgy, hogy én legurulok ide, azt itt hagyom. Itt jó helyen vagy, itt legalább megállsz, nem? Helyes. Na, nézzük, szóval van nekem egy ilyen ásom, viszont ez a régi. Akkor ebből a régiből átpakolunk az újba. Ez az ásom, ez block damage 67, ennek meg 85, tehát jó. Sőt, hát meg még egy modot bele lehetne tenni, arról nem beszélve. Az meg aztán... Jó, sőt, még ezt is le lehetne cserélni. Ó, nagyon jó. Szóval itt van nekem egy ötös ásom. Ezt meg lecseréljem a kettest hármasra. Anyukám hogy örült volna, amikor iskolás voltam? Ja, nem. Ennek is a block damage 55, ennek 60. Hát egy kicsit mindegyik erősebb. Kicsit minden erősebb. Jó, ezek majd mennek a traderhez. Ebből tudok-e csinálni... várjunk. Ruhaanyag. És olyan dolgok vannak, hogy ez... Megőrülök, hogy ilyeneket viszek magammal. Jó. Ruhaanyag? Nincs. Ez is. Mit keres itt? A blueberry. A fene enné meg, hogy mit keres itt. Sőt, ez is mit keres itt. Kicsit takarítunk. Itt a ruhaanyag különben. Na ez az. Ezt akartam mondani, hogy ebből mennyi duct tape-et tudok csinálni. Csak egyet. Az nem sok. Opa. Az nem sok akkor.
És akkor más, hát más nincs. Ó, más nincs. Ez mi ez a négy? Az pont kielégítettem a háromszáz. Nagyon jó. Ez bemegy. Jó. Így szerintem egy kicsit összébb kaptuk magunkat. Na jó. Mondjuk keressük meg, hogy mondjuk ezt a motorunk, már nem, a motorunkat azt látni fogjuk, hogy hol van. Az úgy jó, azt megtaláljuk. Itt valaki böfög. De ugye ez csak ilyen mászós. Hát igen, igen bizony, fel kell jönni a hegy tetejére. Ez aztán a csúcs, és nincs tovább. Próbáljam ki a legújabb szerzeményemet. Ott a malac! Ne csináld, egy malackám, drága! Hoppá, nem így akartam, basszus. Véletlenül elsült az ujjam, nem így akartam. Nem céloztam, csak így beledurrantottam szegénybe. Ennyi múlik, hogy nem céloztunk, csak úgy dur. Jó. Azt mondja, hogy a fából csináljunk még blokkokat, oké. Na, és akkor mi meg ásunk. Ásunk még pedig. Azt mondja, hogy a kincs itt van a közelben. Viszünk haza, mondjuk én a füvet azt nem szívesen vinném haza. Földet azt, jó, azt földet azt vihetünk, az végül is kelhet. Na, itt megtalálni azt a mélységet, amire nekem szükségem van, az mókás. Nagyon fogunk ásni szerintem, mert hát ahol kő van, ott ugye már nem kell, de hát azért ha megnézzük, hogy állunk, a kör közepén állok, ott állok pedig még mindig. Csak nem vesznek körbe jó barátok. De még jöhetnek. Hát itt most nem tudom merre vagyok arccal. Ezt úgy már akkor tudtam, hogy így lesz, amikor elkezdtük, hogy itt azért ez nem lesz egy egyszerű kincsásás. Mondjuk nagyon jó lások, tehát ez nagyon jó, hogy egy ásás, egy blokk, ennek nagyon örülök, mert azért kezdetben valljuk meg, hogy nem így volt, amikor ástam még az alapot a házhoz, hát mit szenvedtem ott, vagy 3, 4, 5 ásás volt egy, megnézzük megint, hogy hogy állok. Közepe, hát de már franc se tudja, nekem a W fele kell menjek. Hát mentem már, mennyit menjek még a W fele. Kiásom a hegyet lassan. Ott van, megvan. És most meg is éheztem. Nem zavarja egyébként, hogy ilyen hülye helyen vagyunk? Még nekiáll lenni? Mennyi helyen van? A követ azt eldobjuk. Vas. Tehát azt is eldobjuk. A vasakat hol? Az lehet, hogy a motorba tartom ezeket a vasakat. De mondjuk ezt is eldobom, mert ilyen vasat is hát annyit hozok, amennyit akarok ezrével. Hát ez az. Na ez az. És akkor ezért nem fér el. Hát ez a baj. Oké, még egy kis ólom. Hát ez végig is ez csak ólom. Ennek értékes a sok van, mert ez csak egy kis ó, hát sörét igazából, de ólom, ugye, és ez 40, ez 12, kuka! Jól van, ezt viszont én itt annyira, itt egész egyszerűen nem tartom valószínűleg, hogy én itt valaha fogok járni, úgyhogy szerintem én ezt nem, be se fedem.
Hát, mert hogy nem fogok itt járni soha az életben. Na, hol van a moci? És viszont most, hát lefele, hát lefele, hát az a legkönnyebb. Lefele még a motorom is le fog tudni menni lefele. Így jó, az most úgy, így jó. Így jó. Benézem, de... Ja, akkor valamit csak mégiscsak be tudod stackelni. Hát ez is csak ólom, csak ez már ugye mégiscsak lőszer, félig lőszer nekem. Jól van. Hajnal 4. Hát szerintem itt ki is lépek, mert elértük így az időt, de hát így ki is ástuk. 19. nap kezdődik, 19, 20, 20, még van 3 teljes napunk, tehát nagyjából van 3 teljes napunk ahhoz, hogy, hogy jöjjön a horda, úgyhogy hát innen most szerintem hazafele fogunk menni, meg ki kell valahogy pakolni, meg eladni a dolgokat. Viszont lombikot sikerült venni, annak nagyon örülök, és most már csak tényleg könyveket kéne még vadászni. Hát nem lehetetlen, hogy elmegyünk még következő nap is tekeregni, csavarogni, mert kellene ilyen könyveket találjak. Úgyhogy ez nagyon-nagyon kéne. Jó, van, várlak majd benneteket legközelebb, és mindenkinek szép napot, sziasztok!